Ebben az évben már rengeteg helyre elvittelek titeket, és most is egy, hát, hogy mondjam, egy hatalmas, magas csúszdához jöttünk el. Elvileg ezen le lehet csúszni, és gyakorlatilag is, mert ahogy látom, az emberek gyerekekkel csúsznak le szőnyegen, úgyhogy mindenféleképpen le fogok csúszni a gyerekekkel, és kipróbáljuk ezt az óriási csúszdát. Tényleg nagyon-nagyon jól néz ki, egyébként már lőttem róla drónos felvételt is, úgyhogy most megfogjuk magunkat, felmenjünk a tetejére, és megnézzük, hogy hogy néz ki ez az egész. Trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Lecsúsztunk, gyerekek, egyszerűen nem tudom elmondani, hogy milyen brutális volt az érzés. Nem tudtam videózni, mert még telefon mindent ki kellett magadtól rakni, mert olyan sebességet csúszol le, hogy ezt nem tudom leírni. A két gyerek velem volt, nagyon élvezték. Ezzel kellett egyébként csúszni, egy ilyen szőnyeg, bele kellett ülni. Nagyon-nagyon jó volt. Fent a tetején nem tudtam videózni, mert olyan szélzaj volt, hogy nem hallottatok volna semmit. Még egyébként az a durva, én még nem éltem át, hogy a saját hangod is rezonál, vagy olyan, mint amikor a ventilátorba beszélsz, olyan a hangod fönt. Ez a hely egyébként a földet szimbolizálja, és úgy mész fel rajta, ahogy a föld forog, szóval ilyen spirálisan, és nagyon durva. Az a legjobb, hogyha felmész, egyébként folyamatosan repkednek repülők, ilyen sétarepülők körülötted, nagyon durva. Én nem tudtam egyébként, hogy ez ilyen látványos hely. 20 kilométerre van tőlünk, szóval nem messze. Na most megyünk, eszünk valamit, utána pedig elmenjünk még a tóparta és sétálunk egyet. És már másnap reggel is van. Jenny csinált nekem reggelit, mert 9:49 van jelen pillanatban. Én már voltam sportolni, szóval nektek is ajánlom a reggeli sportot, mert tényleg egyszerűen olyan gyorsan beindítja a napotokat, hogy el sem lehet mondani. Most verek be magamba egy kis fehérjét, gyümölcsöt, stb. Zöldséget, meg szénhidrátot, mert ez nagyon-nagyon kell a testnek. Szóval, tegnap ugyebár voltunk aznál a hatalmas nagy csúszdánál, és ott lecsúsztunk, tényleg brutális volt egyébként, el sem tudom mondani, milyen érzés, mert annyira gyorsan csúsztál lefelé, és folyamatosan rezonált az a cső, nem tudom, még, már csúsztam egyébként sok csúszdán, de ilyenem még sohasem. Szóval, hogyha Svandor felé jártok, akkor nagyon tudom nektek azt a helyet ajánlani, és nézzétek meg mindenféleképpen. Nekem 10 órára van egy terminem, egy nagyon fontos időpontom, megbeszélés, és úgyhogy sietnem kell, gyorsan ezt be kell nyomnom, úgyhogy fel is kell öltözni, stb. Már tusoltam minden. Szóval, ezt a videót nem húzom nagyon-nagyon hosszúra. Egyébként van még egy közreműködésem egy másik youtuberrel, amiről még jelen pillanatban nem beszéltek nektek, de ahogy igen, akkor foglak titeket természetesen rögtön értesíteni, hogy mi is ez a dolog. Ha ez a videó tetszett neked, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, dobni rá egy lájkot, és bekövetni engem Instagramon is. Arrivederci, Milán voltam, találkozunk következő videóban. Peace out.